Következő videóban a köldök csonkápolását fogom bemutatni, amihez szükségünk van fertőtlenítőszerre, illetve steril gézlapra. Az ápolást kétszer végezzük naponta, reggel és este. Előveszem a steril gézlapot, teszek rá fertőtlenítő oldatot, megfogom a köldökcsonkot, a köldököt, és alulról egy mozdulattal egy törlés, egy gézlap, felülről is szükséges áttörölni, ugyanígy előveszek egy steril gézlapot, fertőtlenítőszerrel átitatom, köldököt kiemelem, és felülről is áttörlöm. Köldökcsonkápolást mindaddig végezzük, amíg a köldökcsonk fent van. Ugye napig kétszer végezzük ezt, kifelé irányuló sodró mozdulatokkal végezzük a fertőtlenítést. Előfordul, hogy egy-egy újszülött köldökcsonkjának az árka mélyebb, ezért szükséges ez a forgó, illetve kifelé irányuló mozgás, hogy az esetleg ott felgyülemlett váladékot, illetve baktériumokat ki tudjuk fertőtleníteni. A köldökápolást addig végezzük, amíg a köldökcsonk le nem esik, illetve hogyha pirosnak látjuk, gyulladtnak látjuk, akkor meg kell mutatni gyermekorvosnak.